Április végén így nézett ki a nagyforgalmú kereszteződés Nyírbogáton. Már kitáblázták az építési területet, és felvonultak a munkagépek. Először a közművek kiváltásához kezdtek neki. Most így néz ki a csomópont, már látszik a körforgalom, de még mindig építési terület a kereszteződés, ezért nagyon nehéz itt közlekedni, és az eső is lassítja a kivitelezést. Elég nagy a káosz. Egymással szemben indult el a kamion és a piros személyautó. Majd az erőviszonyoknak megfelelően a kocsi tulatva hagyta el a helyszínt. A felfordulást az okozza, hogy először az egyik, majd a másik ágát készítik a körforgalomnak. Nyírbogáton szeptemberre készül el a felújítás. A körforgalom mellett korszerűsítik a burkolatot és a patkát is. Sőt, egészen Nyírbátorig megcsinálják az utat. A két település között is felmarták már a régi aszfaltot. Ez már a nyírbátori főtér. Itt is új burkolatot kap az út, és a patkát is korszerűsítik. A nyírbogáti körforgalomtól eddig tartó szakasz csaknem 1,4 milliárd forintba kerül. Ezzel párhuzamosan két újabb körforgalmat építenek a városban. A terelőbójákkal telerakott terület az Édesanyák útja. Itt lesz az egyik körforgalom. A közművek kiváltását már megcsinálták, hamarosan kezdődik az építkezés. Simon Miklós, a térség kormánypárti országgyűlési képviselője azt mondta, az eső miatt kis csúszásban van a kivitelezés. Reményeink szerint tudják tartani a kivitelezők a határidőt, mert hogy az időjárás miatt szerintem 1-2 hét csúszásban vannak. Tehát ez az első szakasza a felújításnak, ez hamarabb kész lesz reményeink szerint augusztusban, míg a második szakasza, a második körforgalom, az szerintem novemberre várható. A második szakasz egy újabb körforgalom lesz néhány száz méterrel arrébb. Térképen mutatjuk a teljes beruházást. A megyehatártól Nyírmihályig tart az első ütem, Nyírbogáttól Nyírbátorig a második, míg Nyírbátorban a harmadik. A teljes 13 kilométeres felújítás november 22-éig készül el.